Én élek, halok a YouTube-ért. Rendszeresen nézem a YouTube-kák legújabb alkotásait. A mindenit. Ez álma vágta. Mindig összekötöm a kellemeset a hasznossal, és a cringe-elés után tudok róluk videót is csinálni. Megennéd a kakidat, vagy meginnéd a pisid. Mai első videósunk a YouTube portása és az Insomnia leghatékonyabb ellenszere. Cibó László! Alkoholt inni az emberek mindig is ittak, isznak és inni fognak. Cibó László az Éjjel-nappal Budapest című műsorban tűnt fel először, és utána kezdett YouTube karrierbe. Miki, elmondtam ezerszer, bármilyen hülye üzletbe belemész, amiről nem tudok, vagy illegális, elég volt, befejeztem! Laci videóiban igazi nyárspolgári értekezéseket hallgathatunk meg a gyúrásról, a szemét fiatalokról, konditermi gépek használatáról, használt BMW-ről, testtömegnövelőkről, fiatalokról, akik nem tudnak rendesen gyúrni, szilikonmellekről, kézisúlyokról, Majkáról és Curtisről, a súlyemelő övről, csajozásról a konditeremben és a csajozásról a diszkóban. Laci legfőbb szakterülete a konfliktuskezelés az éjszakai életben. Mennyire biztonságos az ott lévő tartózkodás, közlekedés, és egyáltalán mennyire biztonságos kimenni éjszaka az utcára? Bástyánk videói többségét az autójából közvetíti, mert otthon már nem fér el a sok fehérje poros bödöntől. Innen örvendeztet meg minket napról napra változatos témáival. Egy olyan téma jön, amit megint kértetek, mégpedig a konditerem. Régen voltunk már konditerembe. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Megint a gyúrásról fogunk beszélni. Kezdjük az egyik legfontosabbal, ugye a súlyemelő öv vagy a póveros öv. Egyik ilyen például a súlyemelő öv, amit nagyon sokan használnak. Laci alkalmanként megenged magának egy kis lazítást, és eljár szórakozni. Mondom, tele van a hely, fiatalok, öregek, ugyanúgy mondtam többször is. Meglátjuk, hogy Bobó megérkezik-e, már kicsit már ideges mindenki. A Sziget Fesztiválról például David Attenborough-t megszégyenítő közvetítést tolt. Miután Laci felfedezte, hogy a fesztiválokon kosz van, átment inkább a Lupára, ahol mégiscsak otthonosabban érezte magát. Ha én pihenni szeretnék, megvan az, hogy körülbelül milyen emberek között szeretnék pihenni. Én nem látok itt feszítve mulogató embereket se, magamon kívül persze. A videóiból teljesen átélhetjük a csodálatos helyszíneket, mintha mi is ott üdülnénk velük. Ezt az élményt segítik elő a látványos helyszínben mutató panorámos renkek. Megkérem csinált, nézzen, hogy menjünk arra jobbra, hogy mennyien vannak. Lehet, hogy csak egy szennyezett vízű bányatóról van szó, de most már legalább mi is Miami-ben érezhetjük magunkat. Megkérem Girát, hogy mutasson egy kört. A bástya megszakérti, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban bevédeni a szórakozó helyeket, és alkalmanként F&B menedzseré is előlépteti magát. Rengeteg a büfé, rengeteg a kajálóhely, hogy ezt a tömeget el fogja elviselni, amennyi most ma itt lesz, ezt nem tudom. A kedves Laci aggódik, hogy nem jut elég steak és 15 éves sivasz regál a bulizóknak, ezért személyesen ellenőrzi a készleteket. Most rendelni fogunk egy steaket, meglátjuk, hogy milyen maga a környezet, az csodálatos, nézve mutat meg csinál. Tengerpartot. Kaptunk mellé olívaolajat, mindent, tényleg, hát, hogy mondjam, egyszerűen kinyalják a seggünket. Laci szerint az, hogy a pincére kihozták az ételt, azt sajátos nyelvezetével úgy értelmezi, hogy kinyalták a seggüket. Ilyenkor az ember azt gondolja, főleg egy ilyen pohár fröccs mellett, hogy hát egyelőre ez a 96 ezer forint bőven megérte. A tudásra szomjazó, csillogó szemű fiataloknak kidobós sztorikat mesél a fénykorából, hogy mikor, hogyan kellett kettéhajtani a embereket a diszkóban. A sztori az volt, hogy állnak az ajtóba a portások, majd megjelenik egy társaság, és nem óhajtanak belépőt venni. Ha Magyarországon van már sztár toxikológus, akkor dukál nekünk egy sztár kidobó is. Én nagyon sok olyan lányjal beszéltem, meg Stricivel is, aki nem teljesen hülye. Laci a videói leírásában mindig egy-egy haikúval örvendezteti meg a csatornájára látogató kamu profilokat. Mint például fehérje, vitamin, ásványi anyag és kreatin. Kb. Annyira szükséges, mint kocsonyában a zselatin. Edzeni minden nélkül, amíg a fejed kékül. Izomkő öcsém, nem a háj, jöhet minden, bírja a máj.
Az ajtóban állkva, feszítve akarom nézni a bulit, ezért elvégeztem az OK és kidobó képző sulit. Már mindenki tudja a neten, hogy rengeteg a trollom készleten. Ám ha még lejjebb megyünk, akkor még a versecskéknél is szórakoztatóbb dolgokat találunk. A kommentjei között olyan trollforgatók laknak, mint Cibók László fantévé, Ogre Lacika macika, Cibók László jobbkezes laza karórája, Cibók Laci Volvójának ikonikus légfrissítője, Cibók Norris és Cibók Kió László. És a családba szerintem még simán beférne Cibók László is. Az utóbbi időkben a legszórakoztatóbb dolog a neten az ő komment szekciója. Azokat, akiknek ennyire nincs öniróniája, azt a trollok mindig kipécézik maguknak és szétszedik. És biztos nála is vannak rosszindulatú kommentek, ahogy mindenkinél a neten, csak ezek inkább a vicces, trollkodó heccelés kategóriába tartoznak. Interjút is találhatunk a Bástyával, Hadd kritizáljanak a Mama Hotel sarkából címmel. A cikk arról szól, hogy troll hadsereg támad rá. És még az interjúban is a kocsiában ül. Szerintem én az összes hülyét megtaláltam. Csak szarkasztikus, Cibók személyét előtérbe helyező kommenteket találunk, amik az adott témákra szinte nem is reagálnak. Hát mondjuk elég nehéz lenne az adott témára reagálni, amikor ilyen a videó. Következő videós. A trendek szerint már nem csak a tévés celebek szeretnének egy új, fiatalos célközönséghez szólni a YouTube-n, hanem most már a politikusok is. Sziasztok! Jó ideje beszélgetünk a Messengeren, írok nektek, ti meg válaszoltok. Na ne írogassam, állandóan írogat, nézd meg itt Messengeren. Fúj, mit küldött magáról? Meg sem mutatom. Hát én nem vagyok olyan, hát tiltom is le a francba. De azt gondoltam, hogy lépjünk egyel tovább. Mostantól jönni fognak a YouTube videók. Feri csatornája olyan, mint egy adventi kalendárium. Minden nap karácsonyig kapunk egy egyperces videót, amiben válaszol egy olyan kérdésre, amit senki nem tett fel neki. Nekem, ha van egy picike időm, akkor főzök. De ha hazajövök este 8 órakor és nincs itthon leves, én akkor nekiállok főzni. Szóval főzés, főzés, főzés. Megtudhatjuk például, hogy mi a kedvenc zenéje. Mi a kedvenc zeném? Nincsen nagyon kedvenc zeném. Előveszem a telefonomat, rámegyek Bluetooth-szal valamelyik hangszóróra, aztán valami válogatás a Spotify-on, majd máshol. Vagyis nem tudhatjuk meg, mert egy igazi vérbeli politikusról van szó, aki úgy válaszol, hogy nem válaszol. A kedvenc zenéje helyett megtudtuk, hogy milyen alkalmazással hallgatja a zenét. Ha nem tetszik, menjünk tovább. Hamarosan találkozunk a következő kérdéssel. Aki esetleg pislogott a 40 másodperces videók alatt és lemaradt a témáról, az a leírásban is megtudhatja, hogy miről szólt a videó. Sokan fiatal kérdezte tőlem az elmúlt pár hónapban, hogy miért lettem politikus. Megy olyan téma, amit megint kértetek. Én azt szeretném megkérdezni öntől, hogy ön a gépeket vagy a kézisúlyokat ajánlja inkább. Én inkább a kézisúlyos gyakorlatokat szoktam csinálni, mert az több izomcsoportot megmozgat, de érdekelne, hogy az ön véleménye erről micsoda. Ja, és az is érdekelne még, hogy milyen gyakorlatokat ajánl. Nyilván bennem is van, jó is, meg rossz is. Oh my God! Ferikém, hát le kéne cserélni az embert, aki vágja a videókat, és ezt a bejátszások nagymestereként mondom. Oh, kurva! Feri biztos, hogy látta a Laci videói alatti troll csődületet, és a biztonság kedvéért előre kikapcsolta az értékelést és a kommentelést. Feri videói mindig egy baljós lezárást kapnak, mely kiköszönés egy digitális szignóként is szolgál. Hamarosan jelentkezem, Feri. Hamarosan jelentkezem, Feri. Hamarosan jelentkezem, Feri. Feri mindig illedelmesen aláírja a videóit, mint hogyha egy levelet címezne a rajongóinak. Hamarosan jelentkezem, Feri. Már csak az a kérdés, hogy mikor jönnek a szponzorált videók. Végül is a Pizza King már belépett a politikusok kampányába. És bár ez a lelkesedés megfizethetetlen, azért én mégis szeretném megköszönni egy pizzával. Egyik párt krumplit, másik párt meg pizzát osztogat, hát de én egyiket se szoktam enni, most akkor kire x-eljek? Én olyan pártot szeretnék, ami csirkerist, gluténmentes mandulatejet és teljes kiürülésű barna kenyeret osztogat. Tartósítószerek nélkül. Ahhoz, hogy elmenjenek szavazni, ahhoz pedig az kell, hogy megcsináljuk a magyar politika történet legnagyobb mozgósító kampányát. Büszke vagyok arra, hogy ezekben a percekben is aktivisták százai telefonon buzdítják a budapestieket,
hogy menjenek el és szavazzanak a változásra. Ha te is szeretnél részt venni a változásban, akkor kérlek csatlakozz a csapatomhoz, és vegyük közösen vissza Budapestet. Egy szponzorációnak pont az lenne a lényege, hogy építse a hőst és hozzáadjon valami plusz értéket. A Pizza King pedig lefokoz mindenkit pizzafutárra. Hoztam egy pizzát, egy sonkás, gombás, azt hiszem kukoricás pizzát. Ha már ilyen jó fejek vagytok, hogy segítettek nekünk. Lassan Ferinek is jöhetnek most már a Bongó szponzorációk. Konkrétan ez a Bongó nevű majom, úriember, ki tudja micsoda, 3 percen belül körülbelül már küldi is a választ. El is küldtük, akkor várom a választ. Hú, már meg is jött a válasz, nagyon jó, na nézzük, mit ír rólunk Bongó. Sokan fiatal lájkolhatja a videómat, hamarosan jelentkezem. Peti. Ha nem tetszik, menjünk tovább. Nálam mindig buli van a YouTube-on. Lábam nem Fila, hanem Louboutin. Itt mindig fontos a komfort. Jöhet pár bolondos Tom Ford. Az többet mond minden szónál, hogy bármit felveszek, jól áll. Ismerek mindenkit és mindenki ismer. Ne égesd magadat, nem vagy te sinter.